Sziasztok! Krausz Ivett vagyok, pszichológus és az EFI munkatársa, és azért vagyok ma itt, hogy a hatékonyabb, önérvényesítőbb, úgynevezett asszertív kommunikáció titkaiba vezesselek be titeket. Hogyha ti is éreztétek már azt egy kérés megfogalmazása előtt, hogy úgy befeszültetek, beszorongtatok, és aztán végül nem is sikerült valahogy úgy kifejezni igazán, amit szerettetek volna, nem valósult meg az igényetek. Vagy hogyha fordítva, nektek jelezték ezt azt vissza, hogy túl rámenősek voltatok, valahogy úgy ellentmondás nem tűrőnek hatottatok, és a másik döntött úgy, hogy oké, akkor inkább visszavonulót fújjak, akkor szerintem itt a helyetek, és remélem hasznosnak találjátok majd, amit mondok. Ezeket, amiket felvázoltam, a passzív, illetve az agresszív kommunikációs formának tekintjük. Az asszertív kommunikációs stílusnak gyakorlatilag ezek az ellentétei. Mi is ez az asszertív kommunikáció, ez a misztikum? Gyakorlatilag pont azt jelenti, hogy az érzéseim, igényeim úgy fejezem ki a másik felé, hogy közben tiszteletben tartom a velem szemben ülőnek az igényeit, a szükségleteit, és úgy összességében, mint embert. Na most ez így hirtelen soknak tűnhet, hogy fú, ennyi mindent tart csak egyszerre figyelemben akkor, amikor éppen mondjuk dühös vagyok, és nagyon-nagyon sok mindent szeretnék mondani a másiknak. Igen, ez nem könnyű. Senki sem születik úgy, hogy ezt tudja magától, de a jó hír az, hogy ezt meg lehet tanulni. Hogyan tudjuk ezt végső soron beépíteni a mindennapjainkba? Erre hoztam 5 tippet nektek. Az első, nézzük is. Tanuljuk meg felismerni az érzéseinket, és tanuljuk meg kifejezni őket én üzenetek formájában. Na most itt erre felszokták sokan kapni a fejüket, hogy hát én ezt szoktam alkalmazni a párom felé, hogy én úgy érzem, hogy te nem voltál most valami jó fej, hogy te nem tisztelsz, hogy te utálsz, stb. Tehát így meg szoktak örülni, és igen, ezek valóban érzéseken alapuló kijelentések, de valójában nem érzelmeket tükröznek, nem a belső világunkat tükrözik. Az úgy szólna például, hogy nekem fontos lenne az, hogy arra lenne szükségem, hogy attól érzem magam biztonságban, hogy szomorú vagyok, szorongok, stb. Stb. Tehát konkrét megfogalmazása annak, hogy mi zajlik belül. Na most ennek gyakorlására ajánlom mindenkinek, hogy végezzen egy kis kutató munkát, és nézze meg az interneten azt, hogy beírva azt, hogy érzések listája, hogy hányféle, mennyire sok érzelmünk van, amivel ki tudjuk fejezni azt, hogy mi zajlik bennünk, és meg fogtok lepődni tényleg, hogy milyen sokféle van. Na most, amint ezt már elkezditek tudatosítani a mindennapokban, egyre többször észrevenni, erre külön figyelni, annál könnyebben fog majd menni ennek a kifejezése is. Tudom, hogy az elején ijesztő, de ez tényleg sokat tud segíteni. Ez azért is fontos, mert amit itt az imént mondtam példában, hogy úgy érzem, hogy te nem tisztelsz, vagy utálsz, ebben már benne van egy értékítélet. És mi most pont ezt szeretnénk elkerülni, hogy egy nagyon tiszta kommunikációt alakítsunk ki. Második tipp, az érzelmek mellett a szükségletünket is tanuljuk meg észrevenni és kifejezni, és hogyha nyakon csíptünk egy szükségletet, mondjuk, hogy biztonságra vágyunk, akkor nézzük meg, menjünk tovább, hogy mi van mögötte, honnan indul ez az egész. Mondok egy munkahelyi példát, szabadságra szeretnél menni, pihenésre vágysz, vagy van egy program, amire szeretnél menni, tök oké, rendben van. De mondjuk, ha ez ilyen tendencia szerűen ismétlődik, és azt érezzük, hogy hát folyton szabadságra akarunk menni, mert folyton fáradtak vagyunk, akkor a mögött érdemes kicsit áskálódni, hogy mi is lehet mögötte, és megnézni, hogy mi ez a mélyebb ok, ami miatt én erre az adott pihenésre vágyom, mondjuk. Harmadik, próbáljuk meg először ezeket valami biztonságosabb, kevésbé kockázatos szituációban kipróbálni. Ne roncsunk ajtóstól a házba, hogy mondjuk egyből az összes itt kapott tippet a főnökünkön fogjuk kipróbálni, hanem mondjuk előbb a barátunkkal kapcsolatban, mondjuk egy egyszerű szituációban, hogy fáj a fejünk, vagy tanulni szeretnénk, és megkérjük, hogy ő halkítsa le a zenét. És hogyha itt már elkezdtük kipróbálni, akkor utána gyűjtünk ebből magabiztosságot, pozitív tapasztalatokat, és mehet aztán élőben is az üzenetünk, én üzenetünk kifejezése. Negyedik, figyeljünk arra, hogy hogyan, milyen testhelyzetben vagyunk, mit üzen a testünk, a testbeszédünk. Nagyon sokszor meg tudjuk már előzni ezzel azt, hogy
konkrétan mondjuk felhúzzuk magunkat, vagy túlzottan elszomorodjunk, csalódottak legyünk egy helyzettől, hiszen ha mondjuk már elkezdem észrevenni, hogy fúha, hát itt már feszül be a vállam, akkor tudom, hogy oké, ez itt már bennem megmozgatott valamit, és tudok venni egy mély levegőt, és higgadtabban folytatni a beszélgetést. Ez két oldalról is jó, a másik oldala ennek a praktikus része, hogyha figyelek arra, hogy a másiknak egyenesen a szemébe nézve kommunikálok, hogy kihúzom magam, hogy nyíltan, egyértelműen és határozottan kommunikálok, az is nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy végig megőrizzem ezt a tiszta, önérvényesítő kommunikációs stílusomat, és a másik is erre pozitívabban fog reagálni. Ötödik pont, és egyben az utolsó tippünk, hogy ne várjunk túl sokáig a szükségleteink kifejezésével. Például egy párkapcsolatban is minél tovább hagyunk valamilyen tendenciát felhalmozódni, mondjuk hagyjuk azt, hogy a másik leértékelő módon beszéljünk velünk, annál nehezebb lesz utána ezt a tendenciát megszakítani, és ezt a viselkedésmódot megváltoztatni mindkét részről. Hiszen bennünk felhalmozódhatnak olyan indulatok, érzések, amik utána meg fogják nehezíteni, hogy amikor végre rászánom magam, hogy kifejezzem magam, vagy éppen kirobban belőlem, akkor nagyon felfokozott érzelmi hangulatban leszek, és akkor aztán már tényleg nehéz én üzenetekkel tisztán, objektíven kommunikálni. Tehát ez az én oldalomról, a saját oldalról is, és a másik oldalról pedig szintén meglepő, hiszen nem fér bele az addigi megszokott magatartásunkba, és azt nehezen szokták viselni az emberek, amikor jön valami váratlan, oda nem illő magatartás, és nekik is meg kell ezzel birkózni, és okozhat ez bennünk is frusztrációt. Szóval ez volt ez az öt tipp, és még ehhez annyit tennék hozzá, hogyha ezeket alkalmazni akarjátok, akkor fontos, hogy találjatok hozzá egy jó időpontot és helyet, ugye ne roncsunk ajtóstól házba szabálya. Próbáljuk meg először a lehető legobjektívebben lefesteni, hogy mi is a helyzet, mi a problémák, mi az, amivel oda mentünk. Például mondjuk a főnökünk felé azt kommunikáljuk, hogy az elmúlt egy hónapban szinte minden héten legalább kétszer túlóráztam, és ez volt az alap megállapításunk, ebben még nem volt értékítélet, ebben még nem volt indulat, csak kijelentettük, hogy mi a helyzet, és utána kezdjük el fokozatosan az én üzenetekkel kifejezni azt, hogy mi is van bennünk, mit szeretnénk, mire van szükségünk, minél ugye higgadtabban és tisztábban, és ha ez megvan, akkor ugye, és megfogalmaztuk a kérésünket, akkor adhatunk a végére egy pozitív megerősítést, visszacsatolást, akár mondjuk egy ilyen kompromisszumra hajlást, vagy egyszerűen egy köszönetet azért, hogy tisztán és nyíltan kommunikálhattunk, bármi, amit mindenki egyéni szinten saját magára passzolónak érez. És nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, hogy ezt a mindennapokban tudja alkalmazni, kis lépésekben induljatok, nem baj, hogyha egyszerre ez nem megy, senki sem születik így, ahogy azt mondtam, és fontos, hogy mindannyiunkkal előfordul, hogy nem ilyen módokon kommunikálunk, de minél rendszeresebben tudunk asszertíven kommunikálni, annál jobban fog menni az, hogy elérjük a céljainkat, annál jobbak lesznek a kapcsolataink, és nem utolsó sorban az önmagunkkal való kapcsolatunk is. Úgyhogy sok sikert nektek, további szép napot kívánok, sziasztok! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.